Nem született megállapodás hétfőn Bécsben az iráni atomprogramról folytatott tárgyalásokon, ezért 7 hónappal meghosszabbították azokat. Illám Mór izraeli nagykövet a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önöket hogy érint ez a fejlemény? First of all, it's good that there is no agreement because helyes és jó fejlemény az, hogy nem történt egyezmény, mert egy rossz egyezménynél az is jó, hogyha nincs egyezmény. Úgy látjuk, hogy és készültünk erre a fejleményre, 7 hónapunk van, 7 hónapos meghosszabbítás történt a tárgyalásokon, és remélem azt, hogy ezúttal ebben az időszakban mindkét oldal, különösen a nyugati oldal biztosítja azt, hogy Irán a jövőben minden szükséges lépéseket megtesz azért, hogy ne juthasson el egy nukleáris hatalom státuszába. Milyen időtávon juthatna el Irán a nukleáris hatalom státuszába ön szerint? Nemzetközi elemzők azt írják, most ennek a legfrissebb fejleménynek a kapcsán is, hogy azért urán dúsítani és egy bombát elkészíteni, az még mindig két nagyon egymástól távol lévő pont, és a közeljövőben ennek az utóbbinak a veszélye nem adott. Mindenképpen úgy látjuk, hogy nagyon pontosan kell fogalmaznunk ebben a kérdésben. Az uránium dúsítás, urándúsítás alapvetően egy olyan készséget, olyan felkészültséget jelent, amelyel Irán már rendelkezik. Irán párhuzamosan dolgozik. Egyszerre dolgozik a nagy hatótávolságú rakéta programján, amelynek a célja ezeknek a nukleáris robbanófejeknek az eljutatása. Ezzel párhuzamosan Irán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentései szerint azon dolgozik, hogy az nukleáris programját katonai célra felhasználja, hogy össze tudjon állítani egy olyan bombát, amely a rakétákon keresztül el tud juttatni ezek a nagy hatótávolságú rakétákon. Ez egy klasszikus mód, egy klasszikus utat választott Irán arra, hogy eljusson erre a szintre. Tehát az urándúsítás és a rakétaprogram együttesen jelenti a veszélyt. A fegyverkezési célú program mindenképpen meg kell állítani ezt Irán számára. A kérdés nem az, hogy Irán elérje a bombát, ez nem kérdés, hanem a kérdés az, hogy mikor lesz erre képes. Az Atomenergia Ügynökség jelentései szerint azt láthatjuk, hogy a világ nagyhatalmak ezért kezdtek tárgyalásokat Iránnal, hogy megakadályozzák ezt a fejleményt. Hogyha a tárgyalások kudarcot vallanának, akkor ön szerint milyen hosszú időről beszélünk? Nem akarok pontos számot találgatni, hogy mennyi időre lenne szüksége Iránnak. Mindenképpen fontos, hogy a szankciók Iránnal szemben folytatódjanak. Iránnak az elszigeteltsége, azt láthattuk, hogy rákényszerítette Iránt, hogy visszajön a tárgyalóasztalhoz. Az Európai Unió, Németország, Oroszország és Kínának együtt kell működni abban, hogy kikényszerítsük Irántól, hogy nyitott legyen, hogy megnyissa a létesítményeit és megmondja, fölfedje a nukleáris programjának a valódi természetét. Nagyon aggódunk amiatt, hogy Irán a jövőben el akarja érni azt a küszöbb pontot, ahonnan akár 3 hónap, vagy ennél nem sokkal hosszabb idő szükséges számára ahhoz, hogy elérje a bombának az előállítását. Ez mindent megváltoztatna, a világ nem lenne ugyanaz a hely, amennyiben Irán képes lenne atombombát előállítani. Jeruzsálem a mai napig nem zárta ki, hogy amennyiben nincsen megállapodás, és Irán folytatja az atomprogramját, akkor Izrael támadást intéz az iráni atomprogram ellen, nyilván azzal a szándékkal, hogy ez, amit az előbb felvázolt, ez soha ne történhessen meg. Önök milyen időtávon gondolkodnak? Tehát az is elképzelhető, hogy már a most 7 hónappal meghosszabbított tárgyalások idején belül érkezik el az a pont, amikor úgy érzi Izrael, hogy közbe kell avatkozniuk katonai eszközökkel? Minden lehetőség az asztalon van, minden lehetőséget nyitott tartunk, ezt korábban is elmondtuk már az elmúlt években, újra és újra ezt az álláspontot hangsúlyoztuk. Fönntartjuk magunknak a jogot ahhoz, hogy az országunkat saját magunk megvédjük, mindenképpen a diplomáciai megoldás részesítjük előnybe, biztosítani akarjuk viszont azt, hogy Irán semmiképpen nem éri el azt a
pozíciót, azt a helyzetet, sem három hónap múlva, sem később, hogy atombomba előállítására legyen képes. Ezt mindenképpen el akarjuk érni. Ha ezre nincsen lehetőség, diplomáciai úton minden lehetőség nyitott. Most érvényben van egy ideiglenes megállapodás, ezt hosszabbították meg több mint fél évvel, és ez is azért nagyon súlyosan limitálja azt, hogy ebben az időszakban Irán mit tehet, például az urániummal. Ez az ideiglenes megállapodás elég megnyugtató önök szerint abban a tekintetben, hogy most közvetlen veszély, tehát ez a három hónapos veszély, amiről az előbb beszélt, ez nincsen, vagy az ideiglenes megállapodás ezt még nem zárja ki? Ebben az átmeneti megállapodás alapján a szankciókat enyhítették annak érdekében, hogy Irán több bevételhez jusson. De az emberek hajlamosak elfelejtkezni arról, hogy nem a nukleáris kérdés az egyetlen, amely aggasztja Iránnal kapcsolatban Izraelt és a világ többi részét. Iránnak a tevékenysége az egész közel-keleti térséget destabilizálja, támogatja a Szíriában a felkelőket, a Hezbollahot, Libanonban egy olyan tevékenységet végez, amely ellentétes a békekezdeményezésekkel a Közel-Keleten. Két nappal ezelőtt az Egyesült Államokban egy felmérés egyértelműen mutatta azt, hogy az amerikai lakosságnak a többsége nem hisz az irániaknak, úgy látják Teheránt, hogy az első számú ellensége Amerikának, első számú ellensége Izraelnek, és senki nem hisz az iráni rezsimben, amikor azt állítja, amiről arról beszél, hogy nincsen katonai programja, katonai nukleáris programja. A kötelességünk az, hogy fölfedjük és elérjük azt, hogy kiderüljön, mi rejlik a mögött a program mögött Teheránban. Úgy gondolom, hogy továbbra is folytatni kell a nagyon szigorú szankciókkal Iránnal szemben. Nem olyan időszakot élünk, amikor politikusoknak Iránba kellene látogatnia. Meg kell mutatnunk az irániaknak, hogy szembe kell nézniük a saját népükkel szemben, a tevékenység következményeivel. El kell érni az, hogy ne támogassák továbbra a Hezbollahot, ne igyekezzenek destabilizációt elérni a Közel-Keleten, mert ezeknek következményei vannak. A Geopolitical Weekly nevű amerikai geopolitikai magazinban most jelent meg egy elemzés a hétfői tárgyalás meghosszabbítás után, amiben azt írják, hogy sokat változott az Egyesült Államok és Irán viszonya az utóbbi időben, mégpedig az iszlám állam megjelenésének köszönhetően. Ez ugyanis Iránt is fenyegeti, így ezekben a kérdésekben érdekazonosság lépett föl. És ennek köze lehet ahhoz is, hogy most nem sikerült megállapodni hétfőn. Nos, úgy gondolom, hogy nincsen összefüggés Irán és az önáltal említett két kérdésben. Irán nagyon cinikus módon kihasználja azt a helyzetet, hogy az iszlám állam az Iránt is fenyegeti, és egy olyan mosolyoffenzívát kezdett az Egyesült Államok felé, amit láthattunk, de amellett, hogy látnunk kell, hogy az iszlám államnak nincsen atomprogramja, Iránnak viszont van, és ezért Iránnal szemben kell érvényesítenünk azt, hogy nincsen erre, ne legyen erre lehetőség a jövőben. Nem látok összefüggést a két kérdés között. Az angol, az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy bár megállapodni nem sikerült, de jelentős előrelépéseket szerintük elértek. Ön lát ilyeneket? Nem vettem részt a tárgyalásokon, nem tudom pontosan azt, hogy mi történt. A lényeges kérdés az, hogy hova fogunk kiukadni, hova fogunk elérni a folyamat végén. Az embereknek meg kell érteni azt, hogy bármilyen egyezményt is érünk el a jövőben, ennek biztosítania kell azt, hogy Iránnak nem lesz a jövőben lehetőség atombombát építeni. Hadd legyek nagyon világos ezen a ponton. Semmi kifogásunk nincs az ellen, hogy békés célokra használjanak atomenergiát. Ez minden országnak a joga, hogy így tegyen. De amennyiben ezzel élni akarnak, akkor ezt megfelelő módon az atom sorompó egyezmény keretében. Irán nem hajlandó erre, Irán úgy tevékenykedik ezen a területen, igyekszik becsapni a világot, igyekszik félrevezetni a partnereket, azt akarja fölmutatni Ruhaninak a mosolygós arcával és a rezsimnek a barátságos arcával, miközben folytatja azt a tevékenységet, amelynek a célja Izraelnek az elpusztítása.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt és elmondta az álláspontjukat. Én is köszönöm.